A fórum résztvevőit Pap Zsolt a választókerület elnöke köszöntötte, aki kifejtette azt, hogy mindenkinek látható az, hogy sok munka vár a baloldal szimpatizásaira. A választások óta egy év telt el, és le kell vonniuk a szerencsi választáson elért vereségük következményeit. Azt mondta, hogy kapott hideget és meleget a szavazás után, de büszke rá, hogy a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőjének jelöltje lehetett. A politikus azt ígérte a vereség után, hogy újra fogják járni a településeket és meg fogják szólítani az embereket. Rövid, egyszerű üzenetekre van szükség, amit mindenki megért, és fel kell nyitni az emberek szemét, hogy a Fidesz milyen rossz útra vezeti az országot. A politikus hozzátette, hogy a szegények köre folyamatosan bővül, és ők csak a saját zsebük megtömésén fáradoznak. A politikai helyzet megváltozott Magyarországon, és a jobbik nagyon megerősödött az országban, és szerencsen is. A politikus szerint ennek a politikai erőnek nincs jövője Európában. A más csoporthoz tartozás még nem bűn. Pap Zsolt kijelentette, hogy ő egy olyan országban szeretne élni, ahol nem tesznek különbséget az emberek között. Meg kell erősíteni a gazdaságot, de az csak az emberek vásárló erejének megerősítésével lehet. Az életszínvonal megemelésére van szükség, a bérek felemelésére, és akkor elindulhat a fejlődés. Nem szabad hagyni, hogy kizsákmányolják az embereket, ehhez meg kell szólítani az egyéneket, és meg kell fogalmazni nekik egy jobb jövő lehetőségét. Borsod megyében nagyon sokat járok, igaz ide, szerencse ritkábban jutok el, de így is az elmúlt években többször jártam a településen. Én nagyon fontosnak látom azt, hogy az ország minél több táján találkozzak a, az emberekkel, hogy elmondják, hogy ők hogyan látják a hétköznapjaikat, hogyan látják Magyarország helyzetét. Ez a mai fórum is tulajdonképpen az MSZP-t is, és az országa kapcsolatos gondokat, problémákat veszi majd sorra. Melyek azok a témák, amelyeket érinteni fog itt a fórumon, és miért pont ezek lesznek azok? Hát három téma egészen biztosan szóba fog kerülni. Az első az oktatás, a második az egészségügy, a harmadik pedig a, a, munkahelyteremtés. Szerintem egyiket sem kell sajnos ma magyarázni, hogy, hogy miért kell ezekről beszélni. Hát talán az oktatás területén mindenki hallott róla, hogy éppen most tüntetnek a Budapesten az egyetemisták. Az egészségügyben napi szinten beszélünk arról, hogy mekkora hiány, mennyire nehéz ellátni a betegeket a, forrása forrás a pénzhiány miatt. És azt gondolom, hogy itt a keleti ország részben is kimondolják, mondotta a nagy probléma, különösen a fiatalok között is, de, de már most már mások számára is a munkanélküliség, az, hogy nagyon nehezen lehet munkát találni, és hogyha van munka, akkor sem megfelelően fizetik meg ezeket a munkahelyeket. Ugye itt elmondhatják a problémáikat is ezeken a fórumokon, az érdeklődők mik a tapasztalatok, melyek azok, amelyeket a leginkább fontosnak tartanak, hogy melyek azok a gondok, amelyeket úgy gondolják, hogy meg kellene oldani minél sürgősebben. Nagyjából ugyanhoz kötődik két olyan probléma, ami mindig előtérbe kerül. Az egyik a munkahelyhez, munkahelyhez, vagy a munkahely elvesztéséhez kötődik, illetve hogy hogyan lehet megélni abból a fizetésből, amit adott esetben keresnek az emberek. A másik pedig egy, egy szintén nagyon általános probléma, hogy nagyon sokan elvándorolnak, elmennek Magyarországról dolgozni, tanulni, és ez szinte minden fórumon fölmerül az, hogy főleg ott, idősebbek is vannak, hogy nem látták még az unokájukat, azért a meg valaki számítógépez, hogy az interneten keresztül tudja tartani a kapcsolatot a gyerekekkel vagy az unokákkal. Tehát ez az elvándorlás kérdése szintén folyamatosan napirenden van. Az MSZP mit tesz, vagy mit szeretne tenni ennek érdekében, hogy ez megváltozzon? Mi mindenféleképpen azt gondoljuk, hogy, hogy az emberekbe kell fektetni, az emberekbe kell investálni. Jelentsen ez munkahelyteremtést, oktatás, vagy éppen az egészségügyi rendszer. Tehát nagyon egyszerű, a forrásokat ide kell helyezni, nem stadionokat kell építeni, amik üresen konganak utána, hanem, hanem az egészségügyre, az oktatásra, tulajdonképpen a saját magunkba az emberekbe kell, hogy, hogy fektessük a pénzt. Szerintem ez közép és hosszú távon meghozza azt, a, azt a, a várt eredményt, hogy az emberek nem elmenni akarnak, vagy ha el is mennek, akkor az pusztán csak egy tapasztalatszerzés, és aztán hazatérnek, és akik pedig már külföldön vannak, talán, hogyha azt látják, hogy egy hasonló egzisztenciális körülmények között egy nyugodt békés életet lehet, boldog életet lehet élni Magyarországon is, akkor talán visszajönnek ami a legnehezebb egyébként, mert egészen biztosan, hogy aki megtalálta már kint a számítását, az, az nehezen jön vissza. És a másik ilyen fő téma, ami az MSZP-nek az egyik kiemelt célkitűzése, ez a bérek emelése, tehát hogy nagyobb jövedelmet, több pénzt kell adni az embereknek. Mi abban hiszünk, hogy ha az embereknél több pénz van, magasabb a fizetésük, akkor többet is tudnak költeni, és az jó a vállalkozásoknak is, és ezáltal pedig a gazdaságnak. Tehát ez egy olyan körforgás, ami egy más gazdaságfilozófiát és más politikát jelent, mint a jelenlegi kormányzat, de mi baloldaliként abban hiszünk, hogy ez a helyes út. Varga László, az MSP Borsodaboly-Zemplé megyei területi szövetség elnöke a fórumon szólt arról, hogy még mindig van min elgondolkodni a választások után, de úgy érzi, szerencsén is elindult valamilyen változás. 4 millió ember él létminimum alatt, ezért a pártnak egységes erőt kell létrehoznia a demokratikus ellenzék vezetőjeként. A kormány politikája miatt egy széles körnek lett rosszabb az élete, és csak egy szűk kör gazdagodott. Sajnálatosnak tartotta, hogy az emberek ma rossz alternatívákhoz nyúlnak a bajban. Meglátása szerint az MSZP-n belül határozott elképzelésekre és egységes kommunikációra tartalomra van szükség. Mesterházi Attila, parlamenti képviselő, az MSP külügyi bizottságának tagja azzal kezdte, hogy a Fidesz népszerűsége csökken, tüntetnek az egyetemisták, és a kormány 60 millió forintos adósság is kevésnek bizonyul. Bár a munkanélküliség csökkent, de ez csak a közmunkaprogramnak köszönhető, ami nem jelent hathatós megoldást. Az ország nemzetközi elszigetelődésbe került a korrupciós botrányok miatt. A fórumon lehetőség volt kérdések feltevésére is, amelyek a párton belüli belső konfliktusok meglétére, az ingyenes diploma visszaállítására, gyakorlati képzések beindítására, a nyelvoktatás fejlesztésének lehetőségére, az MSP kommunikációjának javítására, a szimpatizások körének kibővítésére vonatkoztak.